És akkor Senior Open, második futam, elsőként Kis Noémi, bocsánat, Blank Dóri. Felkészül ifjabb Lednecki László. A Senior Open második futamának első indulójaként Blank Dóri gyakorlatát láttuk. Következik a 410-es startszámú ifjabb Lednecki László. Felkészül Kis Réka.
Ezt a pillanatnyi szünetet szeretném kihasználni, hogy még egyszer elmondjam, azok a lovasok, akik azon gondolkodnak, hogy még talán sikerül benevezni a range sortingba, akkor ezt még megtehetik, ez az utolsó pillanat, menjenek a versenyirodára. Tehát range sorting, versenyiroda. Utána már nem lesz lehetőség. Köszi! Blank Dóri imént látott gyakorlata 68 pontot ért a bírónál. Suddenly a child no more. All the ribbons, all the bows, in a box now on her closet floor. Anxious for what's to come, afraid to leave a place she loves. She's not a woman, not a girl, trying to find her place in this crazy world. Meet a lover, make a friend, try and figure out what this life really means. After 17, broken hearts and rusted dreams sometimes make it hard to leave it. Certainty is out of reach, even with some self-belief. So she bites her lip and shows a smile, flips her hair and flaunts her style. She's not a woman, not a girl, trying to find her place in this crazy world. Meet a lover, make a friend, try and figure out what this life really means.
Ifjabb Lednecki Lászlót láttuk Ironclad Jones nyergében. Her memories, 69 pontot ért ez a lovaglás. Most pedig a 381-es tartszámú kis Rékát kérem szépen a pályára. Felkészül Urbán Péter. Suddenly, a child no more. Bridge.
A 381-es tartszámú kis Rékát láttuk Hollywood Grace Star nyergében. 118-as tartszámmal Urbán Péter következik, és az ő gyakorlata után nem tudom, lesz-e pályahúzás. Ezt majd kérem a versenyigazgató közölje, mert akkor ki kell szólni a fiúknak. Kis Réka iménti gyakorlata 70 pontot ér. Change of clothes, let's jump and see how far it goes. You got my heart in your daddy's boat, we got all night to make it glow. We could sit on the shore, we could just be. Jumping!
Urbán Péter Chili Palmer nyergében lovagolt, ő volt a 118-as. Következik a 298-as startszámú Szeder Tamás. Ja, bocsánat, megállunk. Most következik a traktor, abban maradtunk a versenyigazgatóra, hogy jön a traktor. Folytathatjuk a versenyt, és akkor tényleg a 298-as Szeder Tamást hívom. Felkészül a 467-es startszámú Tóth Lajos. .298-as startszám Szeder Tamás Gallo Hungaroval. Amennyiben nincs Tóth Lajos, akkor felkészül Kemény Viktor. Around in third and I'm coming home. Come on.
Szeder Tamást láttuk Galo Hungaro nevű lován. És még egyszer rákérdezek, hogy Tóth Lajos akkor ezek szerint nincs. Köszönöm. Akkor Kemény Viktor a következő, akit pályára szólítok. Szeder Tamás az iménti gyakorlatára 69,5 pontot kapott. There's girls and there's women and there's ladies. There's yeses and noes and there's maybes. There's teasing and pleasing, they start learning when they're babies. I love all the girls and the women and the ladies. Except there's girls and there's women and there's ladies. There's yeses and noes, there's maybes. Winding uphill road, but I'll get there the only way I know. I use what I
Kemény Viktort láttuk, Just Do It Badger nevű lován. ...429-es tartszámmal Bacsó Andrást várjuk a pályára, és rajta kívül még egy versenyzőnk lesz, a kis Noémi, ő zárja majd a sort. Kemény Viktor 67 pontot teljesített. Bacsó Andrást láttuk, amint befejezte ezt a gyakorlatot. És ez a gyakorlat 69 pontot ért a bírónál. És már csak egy pályára lépő versenyzőnk van, ő Kis Noémi, Hot Pine Lady-vel
448-as a startszáma, úgyhogy őt szólítom a pályára. Chain about 10 foot long. Love is a Chevy, a 67 Chevy, sitting in a backseat, breathing hot and heavy. Love is a child, an innocent child, running through a field full of flowers going wild. Live on a rock, it holds us one and all. All we want is love, and love is a ball. Kis Noémi fejezte be a gyakorlatát, hölgyeim és uraim, és ezzel a gyakorlattal befejeződött a Reigning Senior Open második futama is,
Az első futamot tegnap bonyolítottuk. A lovasokat arra kérem, hogy gyülekezzenek, ne menj ki te se, ha nem akarsz. Tehát legyenek kedvesek a lovasok visszajönni eredményhirdetésre. Tehát a lovasok bejönnek, pillanat alatt összesítjük az eredményeket, és következhet az ünnepélyes eredményhirdetés. Kis technikai szünet. Yeah.
are two rides. Won't jump in my car, go wherever you are, 'cause I need you by my side. It's gonna be a long, hot summer. We should be together with your feet up on the dashboard now, singing along with the radio. It's such a beautiful sound. And when you said my name in the middle of the day, I swear I see the stars come out. When you're
visszatérünk, egy hangyányival tovább tartott az összesítés, mint ahogy reméltük, de most már megvagyunk. És akkor következhet a Reigning Senior Open, vagyis a Szent Királyi Kupa pénzdíjas verseny eredményhirdetése. Tegnap kezdődött ugye az első futammal, ma folytatódott a második futammal, és még egy hangyányit bonyolítja a dolgot az is, hogy egyben ez EQAJ verseny is volt, illetve MLS verseny is. De mi most az egyszerűség miatt kezdjük az EQAJ-vel, azzal nincs sok problémánk. Három versenyző van az EQAJ listán, mondjuk a sorrendjüket. Bacsó András a harmadik. Gratulálunk. EQAJ lista második. Kis Réka. És az EQAJ lista alapján az első helyet Szeder Tamás szerezte meg. Következik az MLS értékelése szerinti eredményhirdetés. Az első hat helyezettet fogjuk ismertetni. A díjakat vele együtt a pénzdíjakat Drén Csaba segít nekünk átadni. MLS lista szerint hatodik helyen végzett Kis Noémi. Az ötödik helyet szerezte meg ezen lista szerint Bacsó András. A negyedik helyen végzett Urbán Péter. Elért pontszám alapján a harmadik hely Blank Dórit illeti. Az összesített pontszám alapján második Kis Réka. És a Szent Királyi Kupa 2017 első győztese Szeder Tamás. Köszönjük szépen, gratulálunk! Természetesen a pénzdíjak úgy lettek elosztva, hogy a harmadik, a második és az első megfelelő arányban kapták meg, egyébként a szabályzatban lefektetett módon ezt a pénzdíjat. Köszönjük szépen a felajánlásokat, az egyéb felajánlásokat is köszönjük. Isten tartsa meg a szokásukat, szoktam én hozzátenni, és hát kíváncsian várjuk a második fordulót, ami ugye nagyjából egy hónap múlva lesz. Ott is hasonló létszámban, ha lehet, még többen gyertek, és akkor jó kis versenyünk lesz. Köszönjük szépen! Most egy kis karámépítéssel folytatódik a technikai szünet, azután pedig marháskodunk egy picit. Range sorting következik majd.